Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit a budapesti Golgota gyülekezet hétfő esti alkalmán. Szeretném hirdetni, hogy van egy állandó e-mail címünk, úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor a hétfő este ékezet nélkül, tehát hetfoeste@golgota.hu e-mail címen szeretettel várjuk a kérdéseket. Bármivel kapcsolatban, de elsősorban azzal a sorozattal kapcsolatban, amiről most tanulunk ezeken az estéken. Úgyhogy mielőtt elkezdjük a mai este ige tanulmányozását, szeretném, ha meghajtanánk a fejünket és imádkoznánk, és kérnénk, hogy Isten szent lelke jelentse ki nekünk az igét és az igazságait. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a Te igéd igazság. Ez a világ, amiben élünk, tele van hazugsággal. És mi is már annyi hazugságot elhittünk az életünkben. Szeretnénk megtalálni az igazságokat. Jézus azt mondta, hogy te magad vagy az igazság, és a te igéd az igaz. Az felfedi előttünk a valóságot. Uram, jelentsd ki nekünk ezen az estén is a te igazságaidat, taníts bennünket, drága szent lélek, vezess bennünket el minden igazságra a te igédből. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. A szabadság levelét tanulmányozzuk most ezeken a hétfő estéken, mert így hívják Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelét. A szabadság levelének, mert az egész Bibliában ez az a levél, ami leginkább, legmélyebben, legrészletesebben szól arról, hogy mi a szabadság, mi a keresztény szabadság. Úgyhogy ezért hívják így ezt a levelet, és ezt tanulmányozzuk. A szabadság levele az Új Szövetség egyik legkorábban keletkezett levele. Időszámításunk szerint 49 környékén írta le Isten kiválasztott apostola Pál, tehát Krisztus kereszthalála után még 20 év sem telt el, amikor Pál leírja ezeket a sorokat. Az ő megtérése után 10 évvel. És a levél címzettjei a Galácia térségben lévő gyülekezetek, amiket egyébként Pál apostol alapított, azok a gyülekezetek, amelyek Pálnak az ige hirdetése nyomán keletkeztek, ahogy meghallották az evangéliumot, megértették a kegyelem evangéliumát, és elkezdtek járni a kegyelemben. És az egyik legnagyobb szabadságban, amit csak az evangélium tud elhozni. Ezt a szabadságot azonban nem sokáig élvezhették. Sajnos. Nem sokáig élvezhették, néhány év telt el, és a gyülekezeteket meglátogatták emberek. Olyan emberek, olyan tévtanítók, akik megzavarták ennek a gyülekezetnek az életét. És azt mondták, hogy hisztek Jézusban? Nagyon jó. De valamit még tennetek kell. És becsempészték a vallást. Becsempészték a törvényvallást a gyülekezetek hitéletébe, és ezzel el is vették mindazt a szabadságot, amit a kegyelem hozott nekik. Ezért Pál apostol megírta ezt a levelet, amiket most, ugye, ahogy tanulmányozunk ezeken a hétfő estéken versről versre, és ebben a levélben eddig is láttuk, hogy Pál világosan különbséget tesz a között, hogy mi a különbség a törvény és a kegyelem között. Vagy másképpen a vallás és a kereszténység között. Mert óriási nagy különbség van. Óriási. Még ha sok ember azt is gondolja, hogy a kereszténység is egy vallás, téved. Ha te is így gondoltad, tévedtél. A kereszténység az nem vallás, merőben más, mint egy vallás, mint bármilyen vallás. Láttuk azt is eddig, az elmúlt alkalmak során, hogy a szabadság, amiről ez a levél szól, a keresztény szabadság, kétféleképpen is, kétfajta módon is megmutatkozik egy keresztény életében. Az egyik az az, hogy egy újjászületett keresztény az szabad a bűn hatalmától. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog, amely az Új Szövetség evangéliumának a egyértelmű tanítása.
hogy egy újjászületett keresztényen már nem uralkodik a bűn. Nemet mondhat neki, és élheti a szabadságot. És beszéltünk arról az elmúlt alkalmakon, hogy hogyan élheti ezt meg a gyakorlatban. Hogy hogyan győzhet a gyakorlatban, amikor jön a kísértés, és annak érezzük az erejét. Beszéltünk arról, hogy mit jelent a Szentlélek erejéből élni. Mert erről beszélt Pál apostol. Másodszor láttuk eddig a levélben, hogy szabadság másféle értelemben is a mi részünk, olyan értelemben, hogy szabadok vagyunk a törvénytől. Ez nem azt jelenti, hogy Isten törvénye már nem számít, ugye? Nehogy valaki félreértse, és ezt sokszor elmondtam, és most is újra elmondom, hanem azt jelenti, hogy nem egy törvényvallásban élünk. Ezért azt mondom, hogy a kereszténység nem vallás. Mert minden vallás arról szól, hogy valamit valamiért. Valamit tenned kell, hogy az Isten cserébe megadjon neked valamit. Üdvösséget, nirvánát, akármit, amit éppen az a vallás épp kínál neked. Jólétet, gazdagságot, akármit. A vallás alapképlete az, ha teszel valamit, Isten tesz érte cserébe valamit. Mintha üzletet lehetne kötni az Istennel. De az Istennel nem lehet üzletet kötni. Isten az nem egy kereskedő. Ezért a kereszténység nem vallás. Nem egy törvényvallásban élünk. Nem arról szól a keresztény élete, hogy van egy hosszú lista, amin föl van írva, hogy mit szabad csinálni, meg van egy másik lista, hogy mit nem szabad csinálni, és akkor úgy élünk, hogy figyeljük ezt a listát, hogy melyiket tudjuk mikor kipipálni, és hogyha sikerül, akkor jók vagyunk az Istennél. Akkor bemehetünk a mennybe. Akkor majd megjutalmaz, akkor majd megáld, akkor majd ez meg az történik. Ez a vallás képlete. Nagyon sokan az elmúlt 2000 évben a kereszténységet is így élték, de ez nem kereszténység. A Galata gyülekezetekbe is olyan emberek mentek, akik elferdítették a kereszténység alapüzenetét a kegyelemről, és egy ilyen törvényvallást kényszerítettek rá a keresztényekre. Úgyhogy ha te is egy olyan életet élsz, amiben van egy listád, Isten törvénye, és ki akarod pipálni, és azt gondolod, hogy majd ezáltal, ha jól élsz, ha te jó ember leszel, jókat cselekszel, akkor bemész a mennybe, hadd mondjam el, hogy tévedsz. Nem ez az evangélium. Nem ez az evangélium. Hanem az evangélium teljesen más. Az evangélium arról szól, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, és mindannyian el vagyunk veszve, és nem tudjuk azt a listát teljesíteni. És Isten törvénye, ami igaz és jó és tökéletes, bárcsak tudnánk, de nem tudjuk. Nem tudjuk. Mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, mert vannak nálunk rosszabbak. Mert azt gondoljuk, hogy ha én nem vagyok rablógyilkos, akkor már jó ember vagyok. Meg eljárok gyülekezetbe, meg olvasom a Bibliát, annyi sok jót teszek, hát majd csak Isten is ezért elfogad, meg bemehetek a mennybe. Hát nem, mert Jézus mércéje magasabb. Ugye ő tanította arról, hogyha az Isten törvényéből például mondott egy példát, hogy a paráznaság, és azt mondta, hogyha valaki gondolatban már elköveti, az már elkövette, és megszegte ezt a törvényt. És ki az közülünk, aki gondolatban nem paráználkodott már? Mindannyian megyünk a pokolra. Ez az alaphelyzet. De az Isten annyira szeret bennünket, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, és 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus csak ezért született meg, és csak azért ácsolták azt a keresztet, és halt meg azon a kereszten ő, aki soha egyetlen egy bűnt nem követett el, hogy elhordozza a mi bűneinket. És ezért bárki, te is, és én is, aki elhiszi ezt, aki ezt elfogadja, aki beléveti a bizalmát, aki elhiszi, hogy a bűne rajta volt, és cserébe neki adta, nekünk adta,
az ő igazságát, ezért megigazultunk, ezért Isten, amikor ránk néz, már nem a bűnt látja, hanem Krisztus igazságát, ezért pusztán hitáltal, kegyelemből ingyen, számunkra ingyen, neki sokba került az életébe, de számunkra ingyen kegyelemből bemehetünk a mennybe. Ez az evangélium alap üzenete. Ez volt az, amit eltorzítottak azok a tévtanítók, akik ott a Galata gyülekezetekbe mentek. Ugye erről beszéltünk eddig is, és láttuk, hogy ezt a kétféle szabadságot mennyire megrontja a vallásnak ez a hazugsága. Mert az, aki elkezd egy törvényvallást gyakorolni, az már nem szabad. Az már rettek, hogy mikor sikerül betartanom az Isten törvényét, mikor fogok elbukni, mikor áll úgy a mérce, a mérleg, hogy talán jó leszek az Istennél, és bejutok. Nem erről szól a kereszténység, hanem arról, hogy ő szeretett engem, meghalt értem a kereszten, minden bűnömért kifizette az árat. Én elfogadtam őt megváltómnak, Istenemnek, királyomnak. És az ő szent lelke újjászült, bennem él, és mert szeretem, azért akarom az Isten törvényét betartani, és be is fogom, mert a szent lélek, aki bennem van, ő fog erőt adni hozzá. Ez egy teljesen más gondolkozás, teljesen más élet. Ez a kegyelemből való élet. Ez a szent lélek erejéből való élet. Erről beszéltünk az elmúlt alkalmakon. Hogyha nem voltatok itt, esetleg hallgassátok meg a tanításokat, amik erről szólnak, a Golgota TV archívumából letölthetők ezek, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy hallgassátok meg. Most pedig folytatni fogjuk, és igazából a folytatásunk az arról fog szólni, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk a múlt alkalommal is, hogy mit jelent a Szentlélek erejéből élni, ez hogy valósul meg a gyakorlatban? Mire indít ez bennünket, ha a Szentlélek bennünk él, és az erejéből merítve éljük az életünket? Úgyhogy folytatjuk Galatákhoz írt levél 5. fejezetének a 26-os versétől a 6. rész 5-ös verséig. Ugye a múlt alkalommal az 5. részt nem fejeztük be, szándékos volt, hogy kihagytam az utolsó verset, mert igazából az már a következő fejezethez tartozik. Azzal alkot egy egységet, úgyhogy az 5. fejezet, az 5. rész 26-os versétől akkor folytatom. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Ezekben a versekben Pál apostol valójában a következményeiről beszél mindannak, hogy mit jelent, hogyha valaki a Szentlélekkel jár, amiről eddig beszéltünk a korábbi versekben. Hogy mi a gyakorlati következménye, hova vezet ez el bennünket. És nagyon érdekes az a dolog, amiről itt olvasunk. Mert annak a következménye, hogy valaki a Szentlélekkel jár, az nem valami misztikus élmény, az nem valami nagy, extra, természet feletti átélés, az nem az, hogy valaki fetreng a földön, meg szent nevetés, szentugatás, és még annyi formáját láttam ezeknek különböző gyülekezetekben. Nem ez a Szentlélek erejéből, a Szentlélekkel telve való élet jellemzője. Hanem micsoda? Az, amit itt olvasunk. Mit olvasunk itt? Ha valaki a Szentlélekkel jár, az szereti a testvéreit. És ez abban mutatkozik meg, hogy szolgál feléjük. Szolgál feléjük. Mit jelent ez Pál szerint? Nézzük. 26-os versben. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ezt olvassuk.
Pál ebben a versben azt mondja tulajdonképpen el először is, hogy milyenek ne legyünk. Hogy milyen ne legyél. Az eredeti görögben az a szó, amit itt használ Pál, amit becsvágyónak fordítottak a magyar fordításban, az szó szerint azt jelenti, hogy valaki, aki üres, hiába való vagy hamis dicsőséget keres. Tehát Pál itt a belső állapotunkról beszél. Hogy belül milyenek legyünk, milyen hozzáállásunk legyen, pontosabban milyen ne legyen. Ugye itt azt mondja. Azt mondja, hogy ne legyünk önteltek, beképzeltek, gőgösek. Erről beszél itt. Mert ha ilyenek vagyunk, figyelj, ez nagyon fontos, azt mondja Pál, ha ilyen vagy, kétfajta dolog történhet veled, nincs más alternatíva. Két dolog történhet veled. Ha gőgös és öntelt vagy, akkor ha magad nagyobbra tartod a másiknál, ez az egyik verzió, akkor az provokálni és ingerelni fog téged. Azt mondja Pál. Ha pedig gőgös és öntelt vagy, de magad kisebbre tartod a másiknál, akkor meg irigy leszel rá. Ezt írja itt Pál. Látod, hogyha gőgös és öntelt vagy, ez a te állapotod, ebben vagy, akkor ez mindenképp bűnbe visz téged. Mindenképp. Ezzel szemben te ne ilyen legyél, hanem olyan, akiről a következő versben ír az apostol, a Galata 6.1-ben. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Tehát milyenek legyünk? Olyanok, akik segítjük egymást, szolgáljuk egymást, felemeljük a másikat, amikor az elesik. Mert a keresztény életünkben, és erről beszéltünk már többször is, nem leszünk tökéletesek. Az újjászületésünk pillanatától kezdve, az a pillanat, amit a Biblia úgy nevez, hogy a megdicsőülésünk pillanat, amikor majd új testet kapunk, egy átmeneti korszakban élünk, minden újjászületett keresztény ebben él, egy ilyen átmeneti lények vagyunk, ahol még a régi testben élünk. Test alatt nem a fizikai testet érti a Biblia csupán, hanem a régi, a születésünktől magunkkal hozott ádámi, megromlott természetet. És mindazokat, amik ezzel járnak. És ez egy állandó harcot jelent. Erről beszéltünk. A lélek és a test harca. Ez jellemzője a keresztény életnek. De beszéltünk arról is, hogy lehet győzni. De a harc ott van. És ebben a harcban néha elbukunk. Te is elbuktál már sokszor. Az is, aki melletted ül. Vannak helyzetek, amikor elbukunk. És akkor mit csináljunk? Ha elbukik az, aki mellettünk van, a családban, a barátunk, a munkatársunk, a gyülekezetben, az ismerősünk, a férjünk, a feleségünk, a gyerekünk, ha elbukik egy bűnben, akkor mit tegyünk? Itt, ebben a versben mondja el az apostol, hogy mit tegyünk. Azt mondja, hogy igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Tudod, aki újjászületett, az nem marad majd a bűnben, mert a Szentlélek nem fogja engedni. Ha nem született újonnan, akkor ott marad. Akkor őt nem fogja érdekelni, hogy bűnben él. De aki újjászületett, abban Isten szent lelke lakozik, és az újra és újra piszkálni fogja őt. Újra és újra vonzani fogja őt Jézushoz, és nem hagyja a bűnben. De neki segítségre van szüksége. És azt mondja itt az apostol, hogy te, aki éppen nem estél el, te, aki erősebb vagy, hát menj oda, és segítsd őt. Menj oda, és emeld fel, igazítsd helyre, szelíd lélekkel. Ti, akik lelki emberek vagytok. Mi a fő cél? A helyreállítás. Ha valaki elbukik, ha valaki bűnbe esik, a gyülekezetben,
fő célod nem az, hogy megbélyegezd, nem az, hogy kirúgd, ne azt, hogy megszégyenítsd, ne azt, hogy elkezdjél pletykálni róla, hogy te, hát nem hallottad? Ezt csinálta. Nem. Sokan ezt csinálják. Ők nem lelki emberek. Nem véletlen, hogy az apostol itt nem mindenkinek mondja ezt, hanem a lelki embereknek, az éretteknek. Mert nem így kell velük bánni, akik elbuknak, hanem fel kell őket emelni, segíteni kell őket abban, hogy helyreálljanak, hogy elhagyják azt a bűnt, hogy ne essenek vissza. Erre hív el bennünket itt az ige. És te sem vagy tökéletes, és ha te is elbuksz, neked is szükséged lesz erre. Ahogy olvastuk, ez a nagykorúaknak szól. Azt mondja Pál a lelkieknek. És te akkor vagy nagykorú, hogyha így gondolkozol arról, aki bűnbe esett. Hogy vajon hogy tudnád őt segíteni a helyreállításban? Akkor vagy nagykorú, hogyha nem pletykálni kezdesz róla, nem megítéled, nem támadod, hanem tudod, mit csinálsz? Imádkozol érte? Megkeresed a módját, hogy hogyan segíthetnéd, oda mész esetleg hozzá, beszélgetsz vele, bátorítod, amire épp szüksége van az ő helyzetében, mert ő most gyenge, mert elbukott, lent van a padlón, te is voltál már ott, vagy leszel, és neked is jó lesne, hogyha akkor oda menne valaki, és nem beléd rúgna, hanem aki lehajolna, megsimogatna, szeretettel szólna hozzád, felemelne téged. Mert akkor gyenge vagy. Nem vagyunk mindig olyan erősek. Szükségünk van egymásra. Ti lelkiek, ti érettek. Ha azt gondolod magadról, hogy érett keresztény vagy, akkor keres valakit, akit segíteni tudsz. Ebben mutasd meg, hogy téged a Szentlélek vezet. Ebben mutasd meg, hogy te betöltekeztél a Szentlélekkel. És nem másban. Mert ezt mondja itt nekünk Pál apostol. Egyébként a legjobb példa erre Jézus. Hadd mondjak egy példát Jézustól. Jézus életében, itt a földi életében történt vele. János evangéliumában olvassuk ezt, úgyhogy szeretném felolvasni, ez egy kiváló példa számunkra. János 8:3-11-es verseket olvasom. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. A Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Látjátok ezt a történetet, és azt, hogy Jézus mit csinált itt? Van egy nő, aki házasságtörést követett el. Ez bűn. Mózes törvényei szerint halált érdemel. Ez volt a törvényben. Ez teljesen egyértelmű helyzet. Tetten érték,
Ő sem tagadott, egyértelmű volt a helyzet, halál. Persze a farizusok és az írástudók ezt a helyzetet föl akarták még arra is használni, hogy provokálják egy kicsit Jézust. Úgyhogy oda vitték ezt az asszonyt Jézushoz, és hát akkor megkérdezték tőle, hogy na, mit csináljunk vele? Látjátok, hogy a farizusoknak és az írástudóknak mi volt a hozzáállása? Ők azzal egyáltalán nem törődtek, hogy ez az asszony esetleg helyreállhat, megváltozhat. Nem az foglalkoztatta őket, hogy lehetne helyreállítani az életét, hanem mi foglalkoztatta őket? Bűnt követett el halálra. Mellesleg használjuk ki a helyzetet arra, hogy Jézust is egy kicsit elcsípjük, provokáljuk. Ez volt az írástudók és a farizusok gondolkozása. És mi volt Jézus hozzáállása? Az, hogy helyreállítsa az asszony életét. Mondja Jézus, hogy ez nem volt bűn? Nem mondja. Nem mondja. Ez bizony bűn volt. Mondja Jézus, hogy ne tartsák be a mózesi törvényt? Nem mondja. Ezt sem mondja. Hanem mit csinál? Rávezeti őket arra, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És mindannyiunkat ugyanúgy meg kéne kövezni, mint azt az asszonyt. Kivétel nélkül. Jézus szereti ezt az asszonyt. Szereti és irgalmas hozzá. És szeretné helyreállítani az életét. És amikor a vádlók elmennek, kezdve a vénekkel, és nem marad senki, ugye megkérdezi az asszonyt, hol vannak a te vádlóid? Te elmentek. És mit mond neki? Mit mond neki Jézus? Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Irgalmat gyakorol, mert azt ne felejtsd el, hogy egy valaki nem ment el. Jézus. Megkövezhette volna őt Jézus is, nem? De ő nem kövezte meg. Nem azért maradt ott, hogy megkövezze, hanem azért maradt ott, hogy irgalmat gyakoroljon, hogy szeretettel szóljon hozzá. És nem azt mondta neki, hogy nem volt ez olyan nagy bűn. Jó van, menjél, csak gyorsan húzd el, csak nehogy észrevegyen. Tehát ő nem elmismásolta a dolgot, mint ahogy mi képzeljük néha az életünkben a bűnt, hogy nem is volt olyan nagy dolog az adócsalás, meg az a kis sikkasztás, meg az a kis lopás, meg az a kis flörtölgetés, meg az a kis pornó, meg az a kis ez meg az. Nem, a bűn az bűn. A bűn az bűn. Jézus azt nem azt mondja, hogy hát nem is vétkeztél, nem volt olyan nagy dolog, mindenkivel előfordul. Nem ezt mondja neki, hanem itt mond, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Irgalmat gyakorol, szeretetet mutat, és felemeli. Felemeli. Új kezdést ad neki. Egy új kezdést. Ezt mondja nekünk Pál is itt, ebben a versben, hogy ilyenek legyünk a másikkal. Ti, akik lelkieknek mondjátok magatokat, akik éretteknek tartjátok magatokat, legyetek ilyenek, mint Jézus. Legyetek olyanok, hogy a másikat, aki elesik, segítitek, felemelitek. Persze Pál hozzáteszi azt is, hogy azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Miért mondja ezt Pál? Mert te is kísérthető vagy. Még hogyha most épp te nem buktál volna el, még ha érettebb is vagy, lelki vagy, te is kísérthető vagy. És annyira azért ne menj bele a bűn feltárásába, hogy a végén te magad is beleess. Hanem mivel foglalkozz? Azzal, hogy helyreálljon a másik élete,
Amire szüksége van, azt kapja meg tőled. Bátorításra van szüksége, bátorítást. Tanácsra, tanácsot. Valami konkrét segítséget, akkor konkrét segítséget adj. Imára, imád. Imára amúgy is mindenkinek szüksége van. Azt add meg neki. Aztán Pál így folytatja a Galata 6.2-ben, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ugye Pál itt folytatja ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, hogy nem csak arra van szüksége az elesett testvérnek, hogy felálljon, hanem arra, hogy talpon is maradjon. Tehát nem elég az, hogy felállítod, leporolod, aztán elmész, elfordulsz, azt már össze is rogy. Mert lehet, hogy nem olyan erős még. Azt mondja Pál, hogy folytasd a segítséget. Ne csak abba segítsd őt, hogy felálljon, hanem maradjon is talpon. Tehát elkezdje kezdeni, folytatni az életét, hogy ne essen vissza, hanem a helyreállított állapotában megmaradjon. És ehhez kell segítség, mert nem vagyunk ilyenkor erősek. Azt mondja Pál, hogy egymás terhét hordozzátok. Mert neki teher, neki nagyon nehéz az, amikor elesett, és helyreáll, épp helyreáll, elfogadta a bűnbocsánatot, épp felállt, de még össze van zavarva, még az ördög támadja őt, bűntudatot kelt benne, még annyi minden történik körülötte, gyenge. Maradj mellette, bátorítsd, segítsd, imádkozz érte, kérdezz rá, másnap is. Amikor találkozol vele. Na, hogy vagy? Mi történt azóta? Legyél folyamatában mellette, hogy az a helyreállítást segítsd. Ne olyan legyél, mint mások, akik azt kérdezik meg tőle, hogy na, nem buktál el megint? De ne ilyet kérdezz. Ha az Isten eltörölte a múltat, ki vagy te, hogy felemlegeted? Nagyobbnak képzeled magad az Istennél? Vigyázz, nehogy megítéljen az Isten ez miatt. De ne ilyen legyél, hanem segítsd őt, bátoríts. Vidd el az igébe, mutass Jézusra, imádkozz érte, hogy talpon is maradjon, hogy meg is erősödjön, hogy ne bukjon el még egyszer. Hogy ne essen el. Hogy ne az legyen, hogy elbukik, feláll, elbukik, feláll, elbukik, feláll, elbukik, feláll. Nem ez Isten terve a keresztény életére. Sokan mégis ezt élik át. Ezért, ha te megtudod, hogy ő elbukott, menj oda, segítsd őt. Hogy ne bukjon el, hogy erős maradjon, hogy megerősödjön, hogy ő is lelki legyen, ő is élet legyen, és majd ő is tud neked segíteni, ha esetleg te elbuksz. Van egy indián szó a barátra, ami azt jelenti az ő nyelvükön, hogy az, aki a szomorúságom a vállán hordozza. Ez egy nagyon tetszik, ez egy érdekes definíció ennél az indián törzsnél, hogy az a barátom, aki az én szomorúságomat a vállán hordozza. Legyél ilyen. Erről beszél itt Pál, hogy egymás terhét hordozzátok. Hordozd a szomorúságát, a bánatát, a gyengeségét, a szégyenét. Ne pletykáld, hordozd, és szeresd. És segítsd, hogy megtanuljon győzni. Legyél mellette, vedd fel a terhét. Ezért írja Jakab például ezt, Jakab 5.16-ban olvassuk, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
amiről itt Jakab ír, ez ugyanez. Ez ugyanez. Valljátok meg egymásnak a bűneiteket. Imádkozzatok egymásért. Segítsétek egymást. Emeljétek fel egymást Istenhez. Hogy meggyógyuljatok. Hogy helyreálljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, írja Jakab. Imádkozz érte. Ha mást nem tudsz csinálni, imádkozni tudsz. Legyél mellette bátorist. Pál apostol életét, hogyha megnézzük, és mivel ő írta az Új Szövetség felét, ezért elég sok mindent tudunk róla, azt látjuk az ő életéről, ahogy magáról is ír a leveleiben, hogy ő nagyon sok ember terhét hordozta. És nagyon sok gyülekezet terhét hordozta. Többek között a Galatákét is, akinek éppen írja ezt a levelet. Imádkozott értük, szüntelen. Valamikor írja, hogy szüntelen imádkozom értetek. Pál komolyan vette ezt. Hogyha nem is lehet fizikailag mellett, valaki mellett, imádkozni tud. Azért a testvérér is, aki 100 kilométerre, 1000 kilométerre van, meg azért a gyülekezetér is. Attól a pillanattól kezdve, hogy Pál meghallotta, hogy mi történt a Galatákkal, ami miatt megírta ezt a levelet, szüntelen imádkozott, hogy a Galaták hite helyreálljon, és a törvényvallásból visszaforduljanak a kegyelem evangéliumához. Azt mondja itt Pál, ezt is olvassuk, hogy ha ezt tesszük, betöltjük Krisztus törvényét. Mi a Krisztus törvénye? János evangéliumának a 13. fejezetének a 34-es versében ezt olvassuk, Jézus ezt mondja. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát a Krisztus törvénye a szeretet. Erre utalít Pál. Aki valóban szeret, az betölti Isten minden törvényét. Egyébként ugyanezt olvastuk a Galata 5.14-ben is. Aztán Pál így folytatja a 3. versben. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Miért mondja ezt Pál? Azért, mert a legfőbb ok, ami miatt mi nem segítjük azt, aki elbukott egy bűnben, azt tudod mi? Az az, hogy magunkat különnek tartjuk. Te magadnak különnek tartod annál, akit éppen látsz, hogy bűnben van. Ez a legfőbb ok, ami miatt nem segítjük őt. Pedig nem vagyunk különbek. Mert amiben ő elbukott, abban te is elbukhatsz. Nem vagy különb. Azért, mert most valami miatt te még ebben nem buktál el, Isten kegyelméből, adj neki hálát, és tegyél meg mindent, hogy ne is bukjál el, és járjál tisztaságban, szentségben, a Szentlélek erejében, de attól még te nem vagy különb. Azért, mert te nem vagy egy rablógyilkos, mint más. Azért, mert találsz magadnál mindig rosszabbat, hogy magadat felemeld. Ne gondold, hogy külön vagy. Az én életem egyik legborzasztóbb felfedezése az volt, amikor Isten az ő igéjéből és kijelentéséből megmutatta nekem, hogy képes vagyok bármilyen bűre. Hogy a testem, az Ádámtól örökölt részem, amit még nem újított meg Isten, mert csak a megdicsülésében fog, az vágyakozik a bűn után. És képes vagyok mindenre. Minden rosszra. Ez elképesztő dolog, nem? Persze ebből ne az következzen, hogy most félelemben élünk, hanem következzen inkább az, hogy még jobban rátapadunk Jézusra. Még inkább betöltekezünk a Szentlélekkel. Mert ahogy mondtam az alkalom elején is, az újjászületett ember szabad a bűntől. Tehát nemet tudunk mondani a kísértésre. A baj csak az, hogy sokszor nem akarunk nemet mondani a kísértésre. Ez benne a félelmetes. Nemet mondhatsz, de nem mindig akarod. De ha betöltekezünk Isten lelkével, ha Szentlélek vezet bennünket,
akkor tudunk, lesz mindig is erőnk a győzelemre. De elbukhatunk. Nem vagyunk különbek mi sem másnál. Ezért mondja ezt Pál. Ha azt gondolod, hogy te valami vagy, jó lehet semmi, akkor megcsalod magad. A negyedik versben így folytatja, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Pál azt mondja, hogy előbb vizsgáljuk meg magunkat. Ugye erről is azért beszél, hogy nehogy véletlenül azt gondold, hogy te külön vagy. Mert ha elkezded magad vizsgálni, elég hamar rájössz, hogy nem vagy különb a másiknál. A helyes önismeret az nem engedi meg, hogy azt gondold magadról. Isten igéje, ami megmutatja, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Nem vagyunk különbek, egyikünk se a másiknál. Az ő kegyelme az, hogy megváltott. Az ő kegyelme az, hogy megszentel az újjászületésünk pillanatától fogva, hogy a Szentlélek bennünk él és formál Krisztus képére és hasonlatosságára, mert ez a célja annak, ami a megszentelődésben történik. De ezt ő teszi a kegyelméből. Nem azért, mert mi olyan ügyesek vagyunk ebben, és magunkat meg tudnánk változtatni, mert nem tudjuk. Egy dolgot tudunk, dönteni mellette, és rábízni magunkat, hogy ő megváltoztasson bennünket. Tehát mielőtt másoknak tanácsokat osztogatsz, előbb térj meg a bűnödből. Ezt jelenti, amit Pál itt mond ugye ebben, hogy vizsgáld meg a te tetteidet. És vigyázz magadra. 5. versben pedig ezt olvassuk, mert mindenki a maga terhét hordozza. Na hát ez nagyon furcsa ez a vers. Miért furcsa? Azért, mert ez a vers látszólag ellentmond a 2. versnek, mert ott azt írja Pál, hogy egymás terhét hordozzuk, itt meg azt, hogy mindenki a saját terhét hordozza. Na ilyenkor szoktak mindig jönni, hogy a Biblia tele van ellentmondásokkal, ugye? Lám-lám, ho-ho, most idéztem éppen egy ellentmondást. De még mielőtt örülnél, ha éppen örülnél annak, hogy ellentmondást találtál a Bibliában, hagyd magyarázzam meg, hogy nincs ellentmondás a Bibliában. Kicsit nehezen érthető valóban a magyar fordításban, hogy miről is beszél itt Pál, tehát itt az eredeti görög szöveget meg kell néznünk, hogy kicsit pontosan értsük a jelentést. A 2. versben az a szó, amit használ a teherre, szó szerint nehéz terhet jelent. Tehát egy olyan terhet, hogy a szó magában hordozza annak a súlyosságát, nehézségét a tehernek. Valami olyasmit jelent, amit nagyon nehéz egyedül hordozni. Kell a másik segítsége. Ezt jelenti az a bárosz az eredetiben, az a görög szó. És ezzel ezt használja Pál, ezt a szót arra, hogy a helyreállított kereszténynek szüksége van a segítségre. Hogy talpon maradjon, ahogy beszéltünk róla. Ezért hordozzuk egymás terhét. Vegyük át egy picit. Hogy neki könnyebb legyen talpon maradni. Ugye erről beszéltünk a 2. versben. Az 5. versben viszont az a görög szó, amit itt használ az apostol, az szintén terhet jelent, tehát ilyen értelemben jó a fordítás, csak ennek a szónak teljesen más a jelentése, mert mármint a pontos jelentése, mert ez a szó, amit itt használ, ez semmilyen értelemben semmilyen köze nincs ahhoz, hogy mennyire nehéz vagy könnyű ez a teher. Ez a szó itt egyszerűen a keresztény dolgára, feladatára, elhívására vonatkozik. Tehát arról beszél az apostol, hogy mindannyiunknak más a dolga, más a feladata, más az elhívása, és ami épp a dolgunk, a feladatunk, az elhívásunk, azt csináljuk. Mindenki foglalkozzon a saját elhívásával, és azt csinálja. Amit éppen rábízott az Isten, amivel el kell számolnia, azt csinálja. Ezt jelenti ez. Tehát hordozd ilyen értelemben ezt a saját terhedet. De ahogy mondom,
ahogy mondtam, ugye a második versben ez teljesen más jelent, az, hogy azt a nehéz terhet, amit a másik nem bír el, aki éppen elbukott és épp hogy felbírt állni, ott segíts be neki egy kicsit hordozni azt a terhet. Értitek? Tehát ez a jelentése ebben a két esetben a teherhordozásnak. Tehát az apostol látjuk, hogy itt arról beszél, hogy ha valaki betöltekezik a Szentlélekkel, a Szentlélekkel jár, erről beszéltünk az elmúlt alkalmakon, akkor ez abban mutatkozik meg elsősorban, hogy szeretjük egymást, és segítjük egymást, és ha valamelyikünk elbukik, segítjük helyreállni. Ez az üzenet. Ez a mai alkalom fő üzenete. És ez egy nagyon fontos üzenet. Mert ez bátorítás nekünk, hogy kezdjük el ezt csinálni. Mert szükség van. Én nagyon sok emberrel beszélgetek a gyülekezetben, és látom, hogy mennyi nyomorúság, mennyi bűn, mennyi szenvedés, mennyi betegség történik közöttetek, bennetek, környezetetekben. Nagyon nagy szükség van. Nagyon nagy szükség van teherhordozó emberekre. Imádkozó emberekre, lelki emberekre, érett emberekre, olyan emberekre, akik azt csinálják, amiről a mai ige beszélt. Ó, ha mindenki ezt csinálna, akkor itt teljesen más volna az élet minősége minden kereszténynek. De sajnos tudom, hogy nem ez a helyzet. Sajnos tudom azt, hogy nagyon sokan egyedül vagytok, magányosak vagytok, senki nem áll mellettetek. De ti magatok sem mentek segítséget kérni senkihez. Nem meritek elmondani, szégyenlitek, egyedül maradtok, próbálkoztok, bukdácsoltok, erőtlen, izzadságszagú kereszténységet éltek. Ezért, hogyha te gyenge vagy, ha te elbuktál, és szeretnél helyreállni. Hát először is rendezd Istennel, ugye valld meg neki a bűnödet, ő megbocsát, és újat kezdhetsz vele. De lehet, hogy nehéz, lehet, hogy kell egy segítség. Menj oda akkor a barátodhoz, egy lelki vezetőhöz, pásztorhoz, vagy valakihez, akit ismersz, akiben megbízol. Mondd el neki, hogy segíts nekem, mert ez történt most az én életemben. Ha más nem, imádkozz értem. És te, téged, ha megkér valaki, akkor te ezt vedd komolyan. Akkor imádkozz érte, akkor kérdezz rá legközelebb. Menj oda hozzá. És lehet, hogy Isten lelke kijelent neked valamit az ő számára. Egy bátorító proféciát. Egy igét. Akkor menj oda, mondd el neki, hogy figyelj, imádkoztam érted tegnap este. És Isten ezt az igét juttatta eszembe. És elmondom neked. Tudjátok, mennyire bátorító ez nagyon sokszor. De ezt élni kell, ezt csinálnunk kell mindannyiunknak. A gyülekezet az nem a pásztor meg a vezetőtől működik, hanem mindannyiunktól. Mindannyiunknak ugyanezt kell csinálni. Egymás terhét hordozni. Mert erre hív el Isten. Ebben mutatkozik meg, hogy a Szentlélekkel járunk. Egy történettel szeretném befejezni. Ez a történet nagyon jó, mert több dologra is példa. Arra, hogy hogyan hordozhatod valaki másnak a terhét, azzal, hogy az evangéliumot viszed neki, és ennek segítségével leveszel róla olyan terhet, amit nem kell hordoznia. Úgyhogy idézek, ez egy történet, amit olvastam, és szeretném, hogy megosszam most veletek. Ismerek olyan embereket, akik a múlt bűnének terhét hordozzák. A bűntudat annyira lenyomja őket, pedig Isten nem akarja, hogy ezt cipeljék. Emlékszem, hogy volt egy hölgy a Wiesbadeni gyülekezetünkben, a történetben most egyszerűen Jillnek fogom nevezni. Jill lázadt a szülei ellen, drogozott, 3 abortusza volt, megcsalta a korábbi férjét, amelynek következtében el is váltak.
Még mielőtt mindketten megtértek volna, megcsalta a második férjét is. Súlyos bűntudat terhelte. És bár már megtért asszony volt, mégis úgy érezte, hogy Istennek felajánlott tettekkel és cselekedetekkel kell vezekelnie a múlt bűneiért. Mindannyiunknak Isten királyságáért kell munkálkodnunk, de a motivációnk azonban a feléje érzett szeretetünkből kell táplálkoznia, és nem pedig a bűntudatból. Egyik nap a férje áthívott engem magukhoz, hogy beszélgessek velük, mert nagyon küzdelmes volt a házasságuk. Elmentem hozzájuk, és Jill elmesélte nekem, milyen iszonyatos bűntudat nyomasztja a múltja miatt, és ez mennyi feszültséget okoz az életében, amely a családjára is kihat. Egymás után néztük az igeverseket Isten megbocsájtásáról, de úgy tűnt, hogy az abortuszaira nézve nem tudja elfogadni a megbocsájtást. Egészen addig, amíg újra meg újra fel nem olvastam neki az 1 János 1.9-et. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Megkérdeztem tőle, Jill, mit jelent az a szó, hogy minden? Hirtelen Isten igéje áttörést hozott, és örömkönnyek folytak a szeméből, élete pedig örökre megváltozott. Megtanult örömből és szeretetből szolgálni, nem pedig bűntudatból és szégyenérzetből. Ez a történet azért jó történet, mert szerintem kiváló példája annak, hogy valaki, aki lent van, aki sok mindenen átment, sok bűn van a múltjába, tele van bűntudattal, és nem tud, bukdácsol, de nem tud felállni, és Istennel örvendező életet élni, te kinyúlsz feléje, odamész hozzá, az igével szolgálsz feléje, látod, az 1 János 1.9, egyetlen igevers, és Isten szent lelkének a kijelentése. És helyreállította őt. És azok a terhek, amiket hordozott, amiket már nem kéne cipelnie, mert megvallotta, és Isten megbocsájtotta, azok lehultak. Nem kell tovább vinnie. Látod? És te voltál az, aki odamentél, aki segítetted. Helyreállította Isten rajtad keresztül az életét. Érted? Erről beszélek. Erről szól a mai üzenet, hogy ezt tedd. Ez egy példa volt, de millió hasonló eset van, ami történik közöttünk az életünkben. És hordozunk olyan terheket, amiket nem kéne hordozni. És Isten le akar venni rólunk. Legyél te az, aki segítesz azoknak. Szolgáljál feléjük az igével, imádsággal, hogy felszabaduljanak, szabadok legyenek, hogy helyreálljon az életük, hogy talpon maradjanak. Mert erre hívott el bennünket Isten. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy annak ellenére szeretsz, hogy annyi bűnnel van tele a mi életünk. De köszönjük, hogy ha megvalljuk a mi bűneinket, te hű vagy és igaz, és megbocsájtod azokat. És köszönjük, hogy nem kell hordoznunk a múlt terheit, hogy azokat már letehettük, és mehetünk tovább. Köszönjük. Uram, is imádkozom azokért, akik most úgy vannak itt, hogy valamilyen terhet hordoznak, valami nyomasztja őket. Valahol kerékbe tört a hívő életük, valahol elvérzik a hitük. Imádkozom azokért, hogy emeld fel őket. És imádkozom, hogy küldj hozzájuk valakit. Imádkozom azokért, akik így vannak ezen ilyen terhekkel, hogy kérjenek segítséget. És imádkozom azokért, akik tudnak segíteni, hogy segítsenek. Hogy meglássunk mindannyian olyanokat, akiknek szükségük van segítségre. Hogy tudjuk őket szeretni,
azzal, hogy segítjük. Nem elítéljük, nem megtapossuk, nem beléjük rugunk még egyet, hanem irgalommal, ahogy te tetted azzal a házasságtörő asszonnyal, hogy hordozzuk a terhét, átvesszük, segítjük őt, imádkozunk érte. Uram, én azért imádkozom, hogy add meg ezt mindannyiunk életébe, hogy helyreálljon mindannyiunk élete. Jézus nevében kérem mindezt. Amen. Isten áldjon titeket, járjatok Szentlélek erejével, és segítsétek egymást ezen a héten is. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!